Csak pénz, varázsereje, puszta illata megrészegíti az embereket. Épp csak szimatot adj belőle, semmi más, csak szimatot. És az egész csűrje a markodba hull. A pénz és sikkortalan jelenség. Az volt az 1500-as évek reneszánsz Itáliájában, mely korban történetünk játszódik. És igaz volt 1606-ban is, amikor Ben Jonson, Volpone vagy a Pénz komédiája című szatíráját először bemutatták. És napjainkban is, azaz január 24-én a Ferencvárosi Művelődési Központban, ahol Galla Miklós rendezésében mutatták be az angol irodalom egyik legjelentősebb komédiáját. A főszereplő Volpone elhíreszteli magáról, hogy haldoklik. Megindul a harc az örökségért. Volpone és szolgája Moszka rászedik a haszonlesőket. Galla Miklós nem csak rendezte a darabot, hanem sajátos szövegeivel ki is egészítette. Mikor átdolgoztam, akkor nagyképűen azt mondtam, hogy most már nem csak magyarul van, hanem közönségül is. Olyanná tettem, hogy kedves legyen a közönségnek. Szeretném boldoggá tenni a közönséget. Remek szereplőgárdát tobozott össze az előadásra. Nekem sikerült egy olyan 11 fős társulatot összeállítani, velem együtt vagyunk 11-en, amelyben úgy érzem, hogy mindenki jó. Tehát a 82-es Nemzeti Színházi verzióban ott hullámzó volt, aki világrengetően jó volt, Őze Lajos természetesen, és voltak közepeske figurák, ki kell mondani. A mi Volponénkban mindenki Őze Lajos és Latinovics Zoltán etikájával dolgozik, mert én úgy rendeztem az előadást. Tehát a jelszó mindent a darabért, mindent a közönségért, mindent a színpadért. Így kell színpadra lépni. A gazdag zsugori címszereplőt Rékai Nándor alakítja. Tehát ő tulajdonképpen egy fösvény, egy késóvár, akkor pompa szerető, mint egy örmény, kéjelgő, mint egy macska, és most kettőt még hozzáírtam, infantilis, és teátrális. Szolgáját, azaz Moszkát Timon Barna játsza. Pénz, pénz, a pénz a zsebben, lángol a nap is, derűsebben. Korbacsot a haszonért mindenre képes uzsorás figuráját pedig Galla Miklós formálja meg. Tulajdonképpen mindannyian másképp vagyunk ezzel az egész pénz dologgal. Tehát van aki az, hogy ott tartom a pénzemet, ülök a pénzemet, de mai napig vannak ilyen emberek az én ismeretségi körömben is vannak, hogy egyszerűen sajnálja magától, pedig megtehetné. Tehát valahol ez az üzenete, hogy az embernek normális keretek között, és amikor nincs arra szüksége tulajdonképpen, hogy beossza. Jaj, nagyon be kell osztani, mert hogy úgy kell bánni a pénzzel. Sajnos ezek is vannak, és hát elég sok van manapság. De aki megteheti, akkor az miért nem élvezi a pénzét? Nem, még több kell, és gyűjtját, sírba úgyse fogja tudni vinni magát. A Volpone vagy a pénz komédiája jó történetvezetéssel, egyértelmű szerkezettel, remek szereplőgárdával segíti végigkísérni a nézők figyelmét a pénz iránti vágy és móhóság tanulságos históriáján.